2018. januárjában alakult Bonyhád városában a Demencia Barát Klub. Kiskelemen Eszter, a csoportvezetője azt mondja, az egyesület a demenciával élők hozzátartozóinak részére hivatott segítséget nyújtani, informatív és önsegítő jelleggel. Minden hónap harmadik szerdáján 5 órától vannak a foglalkozásaink itt a művelődési házban Bonyhádon. Az előadások egyik alkalom szüli a másikat, tehát mindig az aktuálisan felvetődő témából igyekszünk meríteni a következő alkalommal, és így volt ez a korábbiak során is. Így felvetődött a kérés a csoporttagok részéről, hogy gondoksági és gyámhivatali kérdésekkel foglalkozzunk. Megkerestük az illetékeseket, és nagyon pozitívan és támogató jelleggel álltak hozzánk, így a mai napra Lászlóné Gergely Regina, a járási hivatal, gyámhivatali dolgozója vállalt el a felkérést, és nagy örömünkre ő fogja a mai előadást megtartani. Fontos, hogy ilyen tájékoztatást nyújtsunk, és ezt a csatornát is megragadjuk arra, hogy azokat az embereket tájékoztassuk, ahol a családjukban demens hozzátartozók vannak. Ez egy elég szenzitív jogintézmény, hiszen korlátozzuk az érintett személynek az önrendelkezési jogát, és de mégis vannak olyan helyzetek, amikor muszáj ehhez az eszközhöz folyamodni, amikor sérülnek az ő jogai, akár tehát az ügyei, és ezért fontos az, hogy akkor a jog egy védelmet nyújtson számára, akár a vagyona, akár a jövedelme intézményi elhelyezés szempontjából fontosak ezek, hogy gondnokság, akkor gondnokság alá kerüljenek ezek az emberek. Egyébként meg nyilván a másik oldala viszont az, hogyha van egy olyan szerető, támogató család a beteg ember környezetében, akkor ez talán gondnokság nélkül is megoldható, és hát ez a cél, nem, amint az előbb mondtam, hogy korlátozni ezeknek az embereknek az önrendelkezését. Kiskelemen Eszter elmondása szerint számos nehézséggel kell megküzdenie annak a családnak, ahol az egyik hozzátartozó demens. A tartós ápolás és gondozás az azért egy embert próbáló feladat, tehát itt nagyon fontos, és hisszük és gondoljuk azt, hogy ha a betegségről minél többet tud a gondozó személy, akkor egyszerűen könnyebb a betegséggel való megküzdés, hiszen azért ez a gondozó családtag számára is egy kifejezetten nagy mentális, lelki és fizikális terhet jelent a mindennapok során. A demencia az egy gyűjtő név, tehát nagyon sokféle típusát ismerjük és tartjuk számon. Leggyakoribb formája egyébként ez az Alzheimer típusú demencia, túlnyomó részét vagy a jelentős részét az összdemenciák közül ezt teszi ki. Itt egy időskori szellemi leépülésről beszélünk, ami folyamatos funkcióvesztésről jár, ami sajnos egy vissza nem fordítható és folyamatos rosszabbodással járó progresszív folyamat. A lassítás az, ami egy reális cél, és itt azért nagyon fontos a betegség mielőbbi, minél korábbi diagnosztizálása, hogy felkészülhessen, időt nyerhessen mind a beteg, mind az őt gondozó család. Ugye itt fel kell készülni, előre végig kell gondolni különböző történéseket, illetve magát a folyamatot, vagy szerencsés esetben ez így történik, ám ez sajnos még nagyon ritka. Az előfordulási gyakorisága az életkor előre haladtával jelentős mértékben nő. Gyakorlatilag azért a 80 év felettiek körében intenzíven van jelen, viszont mára már a fiatalabb korosztályban is egyre többször találkozunk a betegséggel.